Az országban elsőként Zuglóban jött létre az ellenzéki pártok összefogása ma délelőtt. Az MSZP, az Együtt 2014-e és a Demokratikus Koalíció helyi képviselői szerint Papcsák Ferenc polgármester kovácsolta egyé az erőket egy csütörtöki előterjesztésével. Ekkor Ferdinándi István alpolgármestert szerette volna visszahívni, azonban nem kapott többséget. Már a BVSC ingatlanjainak átvétele miatti egyébként sikeres szavazásnál is látszott, hogy 6 fideszes tag is kimaradt a voksolásból. A szövetség az zuglóiakért konkrét ügyekben állna össze a belső ellenzékkel. A polgármester szerint nem bírják az őt támadók, hogy sikeres a kerület. És itt csak 100 forint a medvehagyma. Valaki a zöldségre keres vevőt. Ne is csökkentés, így meggyűjtjük. Valaki egy kormányintézkedés megvédéséhez sikerrel. Mit tettek a kommunisták mindenkivel? Mindenkinek mindenüket elvettek. Mindenüket. Örökké elvettek mindenüket. Nagyon helyes végre. Persze. Rezsicsökkentés. És olyan is akad, aki május 1-i nagygyűlésre invitál. A bosnyektéri piacot szombat reggel bekebelezték a pártok. Fidesz-KDNP vezetés nem a kerületben élő emberek sorsával, életével foglalkozik. Az MSZP képviselője csütörtöki képviselőtestületi előterjesztésre hivatkozva azt állítja, Papcsák Ferenc polgármester nem tudta leváltani saját alpolgármesterét, ugyanis két fős kisebbségben maradt. A próbálkozás azonban elbukott. Papcsák Ferenc megbukott. Papcsák Ferencnek nincs meg a többsége a kerület vezetésében. Az MSZP, a DK és az Együtt 2014 zuglói szervezetei emiatt döntöttek úgy, hogy összehangolják tevékenységüket. Érdemes összefogni. A szolidaritás, amely immár az Együtt 2014 keretében politizál, a tavalyi kommunális adórendelet visszavonásához és a Hermina úti szakrendelő megtartásához hasonló sikereket vár. Kifejezetten a kerületi ügyekre, arra, hogy valamit kitaláljunk, hogy hogyan tudjuk megoldani mondjuk az általános iskolások beiskoláztatását, ahogy kimaradtak a gyerekek. Az összefogás zuglóért az első ilyen megállapodás az országban. A kerület megújításában ne csak az ilyen 44 előtt idézett időket hozzuk vissza, mint amit a Papcsák úr állít szobrokat, hanem valódi olyan tereket alkossunk ki, amelyeket az zuglóiak tudnak használni. A kerületi ellenzéknek és a fideszes alpolgármester Ferdinándi István körül csoportosulóknak az nem tetszett, hogy a BVSZ-t átveszi Zugló, és ehhez nincsenek számítások. Korábban a MÁV támogatta a sportegyesületet évi 100-150 millióval. A képviselők további kérdéseket tettek fel a polgármesternek hiába, mondják az összefogók. Az alpolgármester jogköreit vont el a polgármester, most pedig el akarta távolítani. Ezen a testületülésen több mint 70 indítványt, 70 napirendet tárgyaltunk. Az ellenzéket úgy látszik, hogy csak egy kérdés foglalkoztatja. Sikeres a kerületi vezetés, mondja a polgármester. Megépült a Bosnyák téren az első üteme a felújításnak, a BVSC is egy hosszabb távú fejlesztés. Szerinte pártársainak egy részét sem érdekli a Tanúszoda program, és hogy a kerület gazdagodjék. Zugló gyerekeknek és időseknek vásárol majd az egyesülettől szolgáltatásokat, mondja. Színes portfólió jött össze, mondhatom, hogy egy ellenzék összefogás, tehát a Jobbiktól Bajnai Gordonig. Úgy látszik, hogy megkezdődött a választási kampány Zuglóban is, és szeretnék ebből a sárdabálásból kimaradni. A polgármester a 100 éves Mária nénit köszöntötte ma, akinek azt mondta, a 658 100 éven felüli magyar 15%-a ebben a kerületben él.